A rájátszás nyitányán a bennmaradásért harcoló Győr látogatott Kálóba, és a vendégek csak megnehezíteni tudták a házigazda dolgát. Az első negyedben megszerzett 14 pontos hazai előnyből 11-et a második 10 percben ugyan ledolgoztak a győriek, de Farkasinszkijék a folytatásban is kezükben tartották a meccset, és az utolsó negyednek köszönhetően végül 14 pontos nagykállói sikerrel zárult az alsóházi premier. Azt kaptuk, amit vártunk, egyrészt egy alsóházi rájátszáson, ahol elsősorban nekünk is fontos csak a mérkőzések, mert azért a saját presztízsünk mellett és a győzelmi lehetőségek mellett azért az ellenfélnek nagyobb tétje volt, mert azért mögöttünk helyezkednek el, és olyan mutatókkal, amivel még talán akár ki is eshetnek, olyan pozícióban vannak. Nagyon örülünk, hogy azért így sikerült, mert tényleg csapatjátékot tudtunk nyújtani, és csapatként tudtunk győzni. Az alapszakasz heti rendszerességével szemben a rájátszás mérkőzései a csapatok egyeztetésének köszönhetően vagy egészen kicsi, vagy pedig egészen nagy szünetekkel követik egymást. Olyan a csapatunk összetétele, szerencsére az utóbbi egy-két évben nagyon nagy fiatalításon ment át, hogy ezek a fiúk most egy része érettségizni fog. Ballagás érettségi, főiskola egyetemi vizsgák. Én azt gondolom, hogy az alapszakaszban egy olyan annyi győzelmet elértünk, és ezzel a mostani győzelem egy olyan helyzetbe kerültünk, hogy nem mondom, hogy átradőlhetünk, de ha nyugodtságú rá lehet rajtunk, úgyhogy nagyon sokat nem fog befolyásolni. Nagyon remélem, nem kiabálom el az esélyeinket. Hát szeretnénk azt megtartani, hogy a következő időszakban megfelelően tudjunk kiállni. A mérkőzéseinket is úgy próbáltuk alakítani, hogy ezek a rendezvények, a ballagás, az érettségik ideje alatt ne legyenek mérkőzéseink. Ennek az volt az ára, hogy utána három hétvégén duplázni fogunk itthon is, illetve idegenben. A Nagykálló május 6-án a Kozár Michelint fogadja, majd egy héttel később következik az első dunántúli túra, amelyen a Sárvár és a Győr ellen lépnek pályára Kovács Tibor tanítványai.